Sziasztok! Sziasztok! Ez itt újra a Greencard is Do It Yourself, és hát megint egy nagy misztikumról próbáljuk meg lerántani egy picit a leplet, legalábbis ahogy mi gondoljuk, ugye? Igen, sokan megmutatták már, hogy kell ezt a nemes vakolatot fölkenni a falra. Mi is megmutatjuk, hogy a magunk módján mi ezt hogy csináljuk, és részletesen megpróbálunk róla beszélni, hogy nem kell ettől megijedni. Így van, hogy a legegyszerűbb, és hogy otthon is hogyan tudjuk megcsinálni, mert hogy azért annyira nem bonyolult, mint amekkora feneket kerítenek ennek. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit először szerintem a szerszámokról, beszéljünk azt, hogy mi kell hozzá, és akkor utána magáról a folyamatról. Jó, nagyon egyszerű a dolog, ugye amit nem raktunk ide, az alapozó felkenéséhez kell egy tedihenger. Igen. De szerintem menni fog, tehát tedihengerrel hengerezni egy ilyen híg mély alapozót, ez nem lesz egy nehéz történet. Három szerszámunk van, egy spakli, ami a kisebb helyekhez szükségeltetik meg arra, hogy a vödörből kivegyük fel az anyagot. Van ugye egy glett vasunk, ami ha lehet, akkor rozsdamentes legyen. És van még egy másik, ami szintén hasonlít a glettvashoz, de műanyag. Többen ezzel, igen, ezzel adjuk meg a textúráját a végén, amikor már szépen felsimítottuk, akkor ezzel lehet vagy körkörösen, vagy függőlegesen, vagy átlósan valamilyen textúrát adni neki. Ahogy szeretnénk. Igen, melyik vagy tetszik, kinek melyik a szimpatikusabb. Egyébként az elterjedt ugye a függőleges, vagy a körkörös megoldás. Ezzel egyébként választ is adtunk arra, hogy mi is kell ehhez, már hogy anyagfelhasználásban, így tehát van. Ugye kell egy mély alapozó, amit igen. Ha most mi fehéret kentünk, tehát ez egy egyszerű egyébként szintelen, de fehérnek kinéző igen. Alapozó, hogyha színes, akkor nem árt színes alapozóval aláalapozni, mert igen, azok adnak. Is hibákat elrejtik, hogyha esetleg van benne. Adnak a gyárjában hozzá színes alapozót, a mélyebb színekhez szokták, hogy bármi történjen is takarjon akkor. Ne legyen vele baj. Ezt a szerszámot egyébként el is lehet felejteni, mert a textúrát megadhatjuk egy egyszerű glettvassal, ezt majd látni lehet, hogy mi ezzel csináltuk. Egyébként ez könnyebben siklanak rajta a gördülőszentség, és nem húz olyan mély... Nem csíkozza meg annyira. Igen, nem húz olyan mély barázdákat, mintha ezzel gördítenénk. Mert ugye ennek az egésznek az a lényege, hogy magában ebben a nemes vakolatban ilyen apró kis darabok vannak. Így van, ezt bekeverték, kitalálták, hogy milyen textúrát fog ez létrehozni. Bármit is csinálunk, ez nagyjából ezt fogja csinálni. Igen, tehát van ebből kisebb szemcseméretű, nagyobb szemcseméretű. Eltérni nem fog tőle, így van. Lehet választani belőle. Ha kevés gördülő szemcse van, akkor csak imitamot lesznek benne ilyen kis behúzások. Ha több, a miénkben egyébként több van, ezek kicsit sűrűbben kapja a mintázatát. Így van, és ezeket az apró kis szemcséket fogjuk majd a glettvasunkkal szépen, amikor leegyenesítjük, elhúzni. Így ugye? Van. És ez fogja adni a mintáját. Szóval, a folyamat lényege a következő, először is jön a mély alapozó, amivel szépen bekenjük. Ez portalanítja a felületet és tapadóvá teszi, amire a vödrös bekevert nemes vakolatunk szépen fölragad, ebből létezik szilikonos kivitel, meg nem szilikonos, hát mindenki esküszik arra, amire. Az egyik talán jobban szellőzik, a másik kevésbé. Szerintem a fal dönti el, hogy milyen legyen. Egy normál polisztirén bevonatra szerintem a szilikonos megfelel, kevésbé légáteresztő, de állítólag sokkal jobban vízálló, tehát hosszabb távon talán tartósabb. Egy fontos kérdés, ami mindenkibe felmerülhet, hogy az alapozót hagyjuk-e megszáradni teljes mértékig? Igen, azt körülbelül az alapozó azt írja, hogy 2 óra alatt megszárad, ez nyilván időfüggvénye. Meg falfelület. Meg falfelület függvénye, de valóban megszárad, viszonylag gyorsan, és onnantól kezdve mehet rá. Ami a fontos, nagyon figyelni kell arra, hogy ne legyen túl meleg. Igen. Na meg hát nagyon hideg se, tehát fagypont közeli hőmérsékleten nem csináljuk, és nyári vakmelegben sem. Igen, tehát az egyáltalán nem jó, hogyha a nemes vakolattal bekenni kívánt fal egy az egyben napos délbe. Tehát, hogy már hogy akkor kenjük, amikor egy az egyben akkor a következő fog rajta. A következő hiba fog történni, fölkenjük rá a vakolatot, nagyon hamar megszárad, és hiába próbáljuk textúrázni, az nagyon csúnya textúrát eredményez. Hát konkrétan olyan marad, mint ahogy fölkenjük, tehát ez a fölkenéskor is fog látszani. Hát, vagy tiri tarka, hiszen nem mindenhol tudja szépen kigördíteni a szemcséket, ahol megkötött, ott már nem, tehát napon ilyet nem csinálunk, inkább hajnali órákban, ha nyár van. Ahogy kivárunk egy hűvös időt. Ezen kívül nagyon más dologra nem kell figyelni. A módszer az majd szerintem látható lesz, hogy simán fölhelyezzük rá a vakolatot, aminek egy ilyen májkrém állaga van, és szépen... Igen. Ilyen körözött, hogy még ilyen darabos is egy kicsit. Szépen fölhúzzuk a falra. Hát mi egy oszlopot mutatunk be, ahol nagyon vigyázni kell az élekre, de hát házfalnál egy él van a két szélén. Igen, ott azért elég lendületesen lehet ott ezzel haladni. Haladunk vele kicsit gyorsabban, az oszlopnál babrásabb, de a lényeg azonos. Tehát igen, fölken,
elsimít. Illetve ami még fontos lehet, főleg, hogyha kezdjük ezt az ipart, akkor nem árt, hogyha ketten is nekiállunk azonnal. Mindenképpen javasolt a két ember, főleg azért, mert még az egyik mintázattal látja el, addig a másik tudja kenni, húzni. És nem fog megszáradni az utolsó csík, hanem haladunk folytonosan előre, ezért szoktak két-három emberrel neki fogni ennek a munkának. Így van, tehát az egyikünk szépen kenni fölfele viszi fel az anyagot, a másikunk pedig szépen lehúzza, igen, és a mintát kialakítja. Segítenek egymásnak hol a kenésben, hol a simításban, és akkor két ember, ez szerintem látszani is fog, hogy mi is ketten csináltuk, hogy ne száradjon ez ránk. Így van. Úgyhogy most nézzük meg, hogy hogyan is készül, és akkor még a végén beszélünk egy-két dolgot a ilyen extra praktikákról, hogy mit is lehet még. Tehát készen is vagyunk, fel is kentük, nem volt az annyira bonyolult így a látvány alapján. Nem igazán. Aki valaha valamilyen anyagot próbált falra fölkenni, na ez a módszer azonos. A különbség ugye itt a szemcseméret. Igen, hát itt ugye a csemperagasztó után már senki nem ijedhet meg. Ha már azt egyszer próbáltuk, akkor nincsen vele baj. Ebben gyárlag olyan szemcsék vannak, ami egyben meg is határozza a vastagságát, hiszen amikor a gletvassal oda nyomjuk, akkor nem tudjuk vékonyabbra nyomni, mint amekkora a legnagyobb szemcse ebben az anyagban, és erre vigyáznak, amikor ez bekeverik, hogy ez ilyen is legyen. Így van, hát ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy mivel ez a gletvas azért ad egy elég nagy sík felületet, ezért ugye lejjebb nem tudjuk tolni, mint maguk a szemcsék, ahogy mondtad is, tehát nem kell aggódni, hogy esetleg túl vékony lesz a felület. Viszont olyan dolgok előfordulhatnak, hogy a húzás során maradnak apró lyukak, amit esetleg már akkor veszünk észre, amikor a mintát is bele karcoltuk, vagy ahogy belehúztuk, ilyesmi. Ezeket nyugodtan ki lehet javítani, tehát akár a gletvasra, akár a spaklira veszünk egy picit. Sarkára egy nagyon picit, és azzal oda lehet, és aztán később, amikor egy picit száradt, akkor nedves ujjal el tudjuk nyomkodni, mintát tudunk bele ugyanúgy tenni, tehát bárhol belejavíthatunk, ha, és ez későbbre is igaz, ha a színe azonos, akkor akár napok múlva is bele lehet javítani, mert nagy baj nem történik. Tehát viszonylag jól kezelhető anyaggal van dolgunk. Igen. És ha valahol esetleg azt akarjuk, hogy több színű legyen, vagy végét akarunk a dolognak csinálni, akkor nagyon egyszerűen egy maszkolószalagot húzunk fel a falra, és a maszkolószalagig kenünk, és nagyon szép éles vonalat lehet. Ezt talán csinálni. Látszott a mi videónkban is, hogy a lent, ahol már ugye az ajzat kezdődik, igen, vagy a csempe kezdődik, ott már szépen le volt takarva, tehát ez nem probléma, ugyanúgy, mint ahogy a festésnél, ahogy egyik falnál, másik falnál szépen maszkoljuk, hogyha más színekkel festünk, itt is ugyanúgy maszkolhatunk, ez nem jelent különösebb problémát ennél az anyagnál, és talán annyi, hogy egy kicsit könnyebben megáll, ugye, mert nem olyan, mint a festék, hogy szépen befolyik alá, hanem azért kicsit precízen, nagyon precízen lehet a szallagig dolgozni vele, hogy a szallagra egy picit, és akkor a szallagot lehúzzuk. Nagyon éles élünk lesz, igen. Ez jó lehet tényleg színváltáskor, avagy különböző ilyen helyek kihagyása, amit nem kell, hogy bekenjünk. Hát persze, igen, hogyha valamit falat kifúrtuk, ez az amaz, akkor azért az jól jöhet. Illetve a sarkokról kell még egy kicsit beszélni, ami esetleg bonyolultabb lehet. Ugye ott
nem tudunk más csinálni, addig tapogatjuk, addig dolgozunk. Két oldalról addig igazgatjuk, még nem tetszik ez nekünk. Így van. Tehát ugye az első lehúzásnál mindannyian úgy fogunk járni, hogy ilyen nagy csimbókok lesznek a sarkon. Igen. De ezeket szépen addig egyengetjük a két oldalról, ahogy mondtad, amíg nem kapunk egy egyenes felületet. Hát láttam én már olyat, hogy ilyen glett vasból, olyan, ami derékszögben meg van hajtva, direkt sarok igazításra, hát akinek telik rá, az vesz olyat. Hát van kettő, és akkor így azt is le lehet húzni. Szóval igazából ezek a megoldások léteznek, annyira nem bonyolult, nem kell tőle megijedni, a napra kell figyelni, a száradási időre, és innestől kezdve. És innentől kezdve lehet gyakorolni, mert ez tényleg az a munka, amelyeket szinte elrontani se lehet, mert az anyag úgy van bekeverve, hogy tökéletes legyen. Mind állagát tekintve, se víz nem kell hozzá, semmi. Esetleg fel kell venni, hogyha leül. Igen, a és véletlen. Elég drágan kenik ennek föl négyzetméterét. Igen, úgyhogy nyugodtan próbálkozunk vele bátran, ha egy kis felületen először az sem baj, azért belekezdeni. Mi is úgy kezdtük, hogy először egy nem látható pontot szépen kiszemeltünk, ott megcsináltuk, aztán onnantól kezdve folytattuk. Így van. Úgyhogy ennyi volt mára, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, kommentben kérdezhettek, a fórumon egymással is tudtok beszélgetni, és hát jövünk legközelebb, addig is iratkozzatok fel. Igen. Sziasztok! Sziasztok!